Körülbelül 2 hete, hogy bejött a Skarának egy módosított verziója a Drumgun helyére. Ez egy érdekes újítás volt, hiszen ezáltal megkaptuk az első hangtompított AR-t a játékban. Az első gondolata a legtöbb embernek valószínűleg az volt, hogy biztos jobb lesz, mint a Skarrel, de vajon ez tényleg így van? Ebben a videóban összehasonlítom a két fegyvert, összemérem a sebzésük, hogy miben jobb a másiknál, és elmondom, hogy melyik játékstílushoz melyiket ajánlom. A hangtompított AR sprayelése kevésbé alkalmas, egy idő után sokkal pontatlanabb lesz, mint a Skarrel. 8. golyó kilövése után éri el mindkét fegyver a maximum szórási mértékét. Ha nem tudnád, a golyó a célkereszt 4 csíkja által határolt négyzeten belül fog véletlenszerű irányba kilövelni. Minél távolabb állnak ezek a csíkok egymástól, annál nagyobb lesz az úgynevezett bloom. Egy másik fogalom a first shot accuracy. Ha a célkereszt vonalai egy pontban összeérnek, az azt jelenti, hogy a lövés 100%-os pontosságú lesz. Hívjuk Bloom Controlnak azt, mikor minden egyes lövés után megvárod a first shot accuracy-t, így tökéletes pontossággal fogod a fegyver lőszereit kilőni. Távoli célpontokra csak így érdemes lőni. A hangtompított AR egy picit gyorsabban nyeri vissza a first shot accuracy-ét lövések után, pontosan 0,13 másodperccel. Ez nagyon csekély számnak tűnik, viszont tegyük fel, hogy tökéletesen kivitelezed a Bloom Controlt, és egyből lősz, ahogy visszanyered a első lövéses pontosságot. Így 30 golyó esetén 4 másodperccel előbb lövöd ki a tárat a hangtompított AR-rel, mint a Skarrel. Ugrás és futás közben a Suppressed AR pontosabb, mint a Skarrel. Így sokkal mobilisabb fegyver, több helyzetben pontosabb lesz és jobban hagyatkozhatsz rá. Viszont ilyenkor se vigyük túlzásba a sprayelést, 7-8 golyó után várjuk meg, hogy visszanyerje a pontosságát. Fontos összehasonlítási szempont, ami fölött nem lehet átsiklani, az az, hogy az egyik fegyver hangtompított, a másik nem. A hangtompított fegyverek sok más játékban dominánsak, mivel azelőtt meg tudod velük ölni az ellenfeled, mielőtt még reagálni tudnának rá és bemérni, hogy honnan is jött a lövés. Viszont Fortnite-nál más a helyzet, itt sokkal több idő megölni egy játékost, és az építésnek köszönhetően 2-3 találat után általában már körbe is falazzák magukat az emberek. A hangtompító Fortnite-ban más szituációkban hasznos. Például, amikor két ellenséges csapat harcol, akár duo, akár squad, és te messzebbről elkezded őket pötyögtetni. Valószínűleg nem fogják tudni, hogy a lövés honnan jött, nem fognak rá számítani. Előre meggyengíted a játékosokat, majd ha végezsz a harcolással, a már sebzett ellenfeleket könnyen meg tudod ölni. Illetve a hangtompítós AR használatával a környező enemikre nem hívod magadra fel a figyelmet, és így nem kell tartanod attól, hogy beszendvicseznek harc közben. De hogy mennyit is számít a hangtompító? Viszonyítási alapnak vegyük a padlót, ami szélességében kb. 5 méter hosszú. A hangtompított AR 9 padló, azaz 45 méter után már nem hallható. Skarrel viszont csak 35 padlónyi távolság után lesz teljesen néma, ami kb. 175 méter. Skarrel a vele egyező színű hangtompított AR-nél 3-mal többet sebez. Kérdés viszont az, hogy számít-e ez valamit. Hiszen a hangtompító által nyújtott előny ezt a csekély 3 damage-et biztos kompenzálja, nem igaz? Ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Tegyük föl, hogy a célpontunk 10 padlónyi távolságon belül van, 100 HP-val, ahol még a damage drop-off nem lép érvénybe, és van egy legendary suppressed AR-ünk. Egy golyó 33-at fog belesebezni, ami azt jelenti, hogy 4 találat kell ahhoz, hogy megöljük. Legendary Skarrel esetében viszont elég 3 találatot bevinnünk. Ez a különbség másodpercben számolva jelentős, másfélszer lassabban fogod hangtompítós AR-rel megölni az ellenfeled. Ez a pár tized másodperc nem tűnik jelentősnek, de az ilyen gyors menetű játékban század másodpercek dönthetnek élet és halál között. És hogy mi az a damage drop-off és hogyan működik? A fegyverek sebzése a fegyver típusától függően egy bizonyos távolság után veszít a sebzéséből. Az SMG-k sokkal hamarabb átlépik ezt a távolságot, az AR-ek meg csak nagyobb távolságoknál. Két fegyver esetében 9 padló, azaz 45 méter után lép életbe a sebzés csökkenés, és egészen 19 padló távolságig tart, ami körülbelül 100 méter. Ekkor a távolság után már nem csökken tovább a sebzés. A két fegyver között csak 2-3 sebzés különbség van végig, és körülbelül 12-t veszítenek ebből. A kérdés az, hogy melyik fegyver a jobb. Erre csak azt tudom mondani, hogy játékstílus kérdése. Ha egy agresszívabb játékos vagy, aki szeret sokat harcolni, ha megpillant egy ellenfelet, egyből rárohan és rálő, a körülményekkel kevésbé törődve, és magabiztos vagy a célzási tudásodban, akkor neked a Skarrelt ajánlom.
Viszont ha egy taktikusabb játékos vagy, aki szeret lopakodva játszani, megválasztja a harcait és nem akar nagy feltűnést kelteni, akkor használd a hangtompított verzióját. Skala közelharcokban a legeffektívebb, körülbelül 100 méterig ajánlott vele lőni, nyugodtan spréjelj vele, mert nagyon pontos ekkora távolságon belül. A hangtompított AR-rel 7-8 golyóig spréjelhetsz, de utána várj egy picit, hogy visszanyerd a pontosságot, addig húz vagy fedezékbe. Ezzel a fegyverrel sokkal nagyobb távolságokra is ajánlott lőni pötyögtetve, mivel a hangtompítónak köszönhetően nem fogod magad fölfedni. Viszont 70-80 méternél messzebbre nagyon ne próbálj meg spréjelni, mert körülbelül egy lövésre fogsz beadni. Remélem tudtam segíteni. Ha szeretnél még több oktató videót látni, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Kövess minket Twitchen is, gyakran szoktunk délvel ott streamelni. Sok sikert a harctéren, én Sam voltam, sziasztok!